A Nemzeti Tehetségprogram keretében Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató program támogatására című NTP OTKP 190096 pályázati azonosító számon szereplő Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31-e között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 700 000 forint. A pályázati programban az óvoda Dúdoló zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Molnárné Győri Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a zenei tehetségek felkutatása, fejlesztése. A szülőkkel közvetlen zenei környezetben való közös szabadidős és lazító programok megvalósítása, amelyek által a szülők is átélhetik, érezhetik a zene jótékony és sokoldalú hatását. A magyar népi játékok megismertetésével betekintést nyerhetnek néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok, a komplex feldolgozás része, a népi hangszerek, néptánc megismertetésével, változatos zenei képesség és készségfejlesztés összekapcsolásával. Olyan zenei anyagot választottam, amely csak tiszta forrásból ered, ami zenei ízlésvilágunkat formálja gyermekeinken át családjaik körében. A hagyományok felidézését követően közös lazító programok színesítették a projektet. Az élményszerzés során megismerkedhettek városunk népi mestereivel, Tyukodi László népi faszobrásszal, aki bátran motiválta a gyermekeket ennek a művészeti ág kipróbálásában. Felesége Tyukodi Lászlóné, gyöngy ékszerkészítő, csuhéfonó, hímző, a csuhéfonó fortéjait mutatta be. A Bene tanyán, a tanyán élő emberekkel, tanyacsi élet szokásairól kaptunk betekintést. Továbbá ellátogatunk a Györf István Nagykun Múzeum állandó kiállítására. A Honsvétra hangulódva munka délután szerveztünk a szülőkkel, ahol régi hagyományos módszerek felevelenítésére festettük meg a tojásokat. A közös programok megélésével az összetartozás élménye az érzelmi gazdaság mindenki számára erősödött.